bal oldalamon egy olimpiai arany, a jobb oldalamon egy olimpiai ezüst. Jó testvérek vagytok? Vannak néha súrlódások. Két fiatal ember között 4 évkor különbség van. Lassan 50 évesek vagyunk, és még mindig... Hát azért nagyon lassan vagytok 50 évesek. Te 90-es vagy, te 86-os. Várjál, ti most az én életkoromban szórakoztok? Jobb, ha én középen vagyok. Ki volt a döntőbe jutás, én akkor már döntőmre melegítettem. Hát én semmiképp nem akartam nézni. Próbáltam úgy melegíteni, hogy nem néztem a meccset. Bujkáltam, a WC-be melegítettem, nem néztek nagyon hülyének amúgy. De hát szerencsére tényleg megcsinálta és döntős lett, és volt egy olyan fél óra, amikor mind a ketten olimpiai döntősök voltunk, és onnantól én is teljesen megnyugodtam. A műsorszám támogatója a Birkózó Európa Bajnokság. Március 26-ától a Bokcsarnokban. A bal oldalamon egy olimpiai arany, a jobb oldalamon egy olimpiai ezüst. Lőrinc 1, Lőrinc 2. Volt ilyen a sportágatok történetében, hogy testvérpár ilyen eredményt ért el? Hát olimpiai döntős, nem hiszem, hogy volt. Hát a magyar sporttörténetben biztos nem, azért a nemzetközibe találunk, mert Pekingben volt arany és bronzérmes testvérpár, akik egy olimpián. De úgy, hogy mind a kettő döntős egy olimpián, lehet, hogy amúgy volt, de nem túl sok. Mind a kettő tök döntőjét. Bevallok nektek, valamit állva néztem végig. Komolyan. A te esetedben ugye tudva levő volt, hogy valójában életed utolsó tét meccse. És azt mondtam, hogy ha ezt megcsinálod, na akkor az egy rajz. Tehát, hogy az ember az élete utolsó tét meccsén megnyeri az olimpiai aranyat, na az egy rajz. Most például ugye 26-a és 3-a között van a birkózó Európa-bajnokság, most épp itt Budapesten. Igen. És ha elmegyünk a Bokcsarnokba, ahol hála Istenek most ingyen lehet bemenni, igen, és megnézni azt, hogy az írdatlan mennyiségű edzésmunka az mire jó, ha az ember elmegy egy birkózó versenyre. Azt, amikor a tévéből látod, hogy az egyik elkapja a másikat. Na de azt a nyögést, azt, ahogy a két test egymásnak csapódik. Bizony. Hú, az bitang. És sokszor nem történik akció, viszont nyilván olyan erőkifejtések és olyan energiákat kell mozgósítani, hogy ne is csináljanak rajtam pontot, de közben én próbáljak támadni. Ezért úgy látja a néző, hogy hát nyilván nem történik akció, de az egy nagyon nagy küzdés belülről is egy versenyzőnek, főleg amikor két magas szintű versenyző találkozik. Hát meg amikor neked esik, és azt érzed, hogy estek hátra, hogy abból az esésből, hogy nem törik ki a nyakad, hogy... Halál lesz-e vagy pont? Igen. Kvázi ez a kettő. Persze, ilyenre nem gondolom. És hogy ahhoz, hogy ti hátra tudjatok esni, ahhoz hány edzésre van szükség? Hány óra? Rengeteg. Szóval ez kell az, amikor 7 évesen lemegy a gyerek az edzőteremben, majd tovább lép egy következő szintre, amikor még komolyabb lesz, és nem lehet kihagyni ezeket az életszakaszokat, és megfelelő mennyiségű edzés ahhoz, hogy eslássuk a szőnyege, hogy meg tudjuk oldani ezeket a helyzeteket. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez a fiatal csapat, aki most bizonyíthat egy hazai Európa-bajnokságon, mire lesz képes. Hát megmondom őszintén, nagyon bizakodóak vagyunk, úgyhogy ott leszünk és szurkolunk. Hogy miért éri meg keményen dolgozni? Mert minden mozdulatod magában hordozza a jövőt várva várt pillanatait. Át fogod élni. Birkózó Európa Bajnokság március 26-ától a Bokcsarnokban. Hősök voltak, hősök lesznek. Nektek Cegléd volt ugye az, ami megalapozta az életeteket? Igen, abszolút onnan indultunk mind a ketten. Hát nekem se sok választásom volt, hogy a birkózást választom, de Viktor majd elmondja, mert szegénynek még kevesebb, hogy jönnie kellett birkózni. Mert egy kicsit mind a ketten mindig valami más irányba szerettünk volna menni.
De hát az élet mindig úgy alakította. Ez mit jelent, hogy más irányba akartatok menni? Hát nem tudom, sok minden, sok sportágat kipróbáltam igazából nálam, de szerintem majd a Viktor is elmondja, hogy nem úgy indult, hogy akkor mi olimpiai bajnokok leszünk és azért csináljuk ezt, hanem jól éreztük magunkat, szerettük a társaságot, és sok minden más sportágat is kipróbáltunk amúgy, csak valahogy mindig a birkózás maradt. Viktor meg rá lett kényszerű. Igen, itt az igazság az, hogy én szerettem volna több sportágat is kipróbálni, csak úgy voltak arra a szüleim, hogy így van, egy pofon, és akkor mehetek a Tomi után. Nyilván, mivel ő már elkezdett birkózni, ez volt a legkézenfekvőbb, hogy én is megyek az edzőterembe, csak én nagyon fiatalon kerültem le, 6 éves koromba. Ez egy 6 éves gyerek nem feltétlenül szereti a rendszert az életében, hogy mondjuk el kell menni edzésre. Aztán én is így voltam az elején, de aztán szépen belerázódtam az évek alatt. Nyilván kellett hozzá egy olyan családi háttér, hogy az akkori nevelő edzőim, akik látták bennünk a reményt és a tehetséget, hogy ott voltak mellettünk, úgyhogy nyilván ezt ők is nagyon befolyásolták. Még 16 évesen is nehéz volt ezt a rendszert megszokni, nem? Így van, azért felkerülni Pestre egy kollégiumi rendszerbe, heti 9 edzéssel, ami előtte 3 volt. A 3-ból lett 9, azért úgy megváltozik az ember élet egyik pillanatra másikra, de az én esetemben, Tomi, sokszor elmondtam, hogy neki nagyon nehéz volt, én viszont nagyon-nagyon szerettem, nyilván maga ezt a kollégiumi életet, aha, ahogy olyan társaság alakult ki, akik tényleg jó volt edzésre menni meg iskolába, az már más kérdés, hogy azért reggeli edzésekre felkelni. Nem mindig sikerült. Ezt az utat is kitapostam neki, nem mindegy. Hogy kitapostad? Há, persze. Mindig jó, azért ezt tisztázzuk, hogy a két fiatalember között 4 évkor különbség van, és azért azt érzem így középen kettőtök között, hogy jobb, ha én középen vagyok, mert az adok-kapok. Hát az megy. És az az elejétől? Abszolút. Jó testvérek abszolút vagytok? Amúgy annak mondhatom magunkat, de teljesen máshogy látunk sok mindent amúgy. Ez sokszor azért pozitív, de azért ebből vannak néha súrlódások. Mert ő sok esetben a fehéret is feketének látja, szerintem. De ez nem mindig van így. De hát figyelj, most az olyan egész életünkben nyilván egy testvérpár együtt tölti a gyerekkorát, utána szépen mondjuk még az általános együtt, de utána azért kialakul mindenkinek a saját életútja. Most már lassan 50 évesek vagyunk, és még mindig... Hát azért nagyon lassan vagytok 50 évesek. Te 90-es vagy, te 86-os. Így van, így van. De hogy érted? Várjál, hogy... ti most az én életkorommal szórakoztok? Nem, abszolút nem. Ma reggel tudtam meg. Minden egyes nap, 0-24-ben mindig, mindenhol együtt. Azért nyilván abból vannak feszültségek, de én úgy gondolom, hogy sokkal több pozitívumot hozott ez a dolog. Az idő sorrendjében az első döntő az olimpián most. Igen. Mit csináltál közben? Hál' Istennek. Igen, ez egy nagyon érdekes sztori, még az kicsit előrébb mennék egy nappal előre. Az a bizonyos elődöntő a Tominak, amikor egy iráni sráccal birkózott, és készült, én az olimpiai faluban voltam a tévé előtt, és nagyon nehéz perceket éltem át, ugyanis számítottam rá, hogy ha összekerül az iráni srácca, hogy egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés fog lebirkózni. De arra nem számítottam, hogy szerintem élete legnehezebb mérkőzése volt neki belülről, meg nekem kívülről. Szóval, hogy egy nagyon fordulatos, akciódús mérkőzésen átment az irány és bejutott a döntőbe, ott egy nagyon nagy kő szakadt le rólam, és valahogy ezt már utólag is beszéltük, hogy én értetetlen okból kifolyólag, de megnyugodtam. Ott elengedtem. Valahogy úgy voltam vele, hogy ezen az emberen tovább megy, és lebírja győzni, akkor mindenkit. Mumus volt? Igen, egy kicsit mondom úgy, hogy nem birkózott még vele soha versenyen, és... De azt tudtuk, hogy nagyon jó. De tudtuk, hogy nagyon jó, és kicsit úgy volt, igen, hogy... Azt nem mondom, hogy nagyon féltettem a Tomitól, de úgy számítottam rá, hogy kemény mérkőzés lett, és az is lett. És érzésre is nagyon jó volt, sajnos. És bejutott a döntőbe, ugye már elérkezett a döntő napja. Én már akkor úgy tudtam birkózni az én napomon, hogy ez a megnyugvással, hogy éreztem azt, hogy...
Tehát hatással volt a te teljesítményedre. Mindig hatással van. Mindig? Mindig hatással van, és most pont úgy jött ki az olimpián ez a történet, hogy általában az összes világversenyen én birkózok előbb. Ő van előttem. Aha, ő mindig. Van utána. És ő komoly perceket él át, mert rá is hatással van az én mérkőzésem. Viszont most fordult a kocka, és megéreztettem azt, hogy milyen az, amikor én nézem az ő mérkőzését az én versenynapom előtt. Nagyon sokat számítám. De azért is szóltam neki, úgy küldtem ki az olimpiai napjára, hogy nyugodt mérkőzéseket akarok, nem szeretnék stresszen az olimpiai faluba. Rajtad múlik az én sikerem is. Rajtad, így köszönöm, van, hogy ráraktam. Ráraktam, amit kell terhet. Na és hát ez rám is hatással volt ugyanígy vissza, mert ugye amikor neki volt a döntőbe jutás, én akkor már döntőmre melegítettem. Aha. És hát én semmiképp nem akartam nézni, hiszen azért csak ott állok életem legfontosabb mérkőzése előtt. Arra figyelj. Másodjára, és hogy nem akartam, hogy semmilyen érzelmi hullámot kiváltson bennem, az se, hogyha ha nyer, ugye, hogy ne szabaduljak fel, hiszen fókuszba kell maradnom. Arról nem is beszélve, hogyha esetleg nem nyerne, akkor lehet, hogy annyira megviselt volna, hogy nem tudtam volna 100%-osan koncentrálni, és akkor így próbáltam úgy melegíteni, hogy nem néztem a meccset, tudod így. Bujkáltam, a WC-be melegítettem, nem néztek nagyon hülyének amúgy. Rohangáltam ott a paravánok mögött, de hát szerencsére tényleg megcsinálta és döntős lett, és volt egy olyan fél óra, amikor mind a ketten olimpiai döntősök voltunk, az úgy nekem is óriási, nem is azt mondom, hogy erőt adott, hanem rólam is lement egy teher, hogy végre a Rio utáni kudarc és az az óriási csalódás után megvan neki is a biztos érem, és onnantól én is teljesen megnyugodtam. Na, jött a döntő. Jött a Tomi döntője, és az előbb említettem, hogy úgy álltam neki, hogy megnyugodtam, viszont reggel történt egy olyan dolog, amire senki sem számított a csapatnál, és a Tomi sem. Ugyanis ültünk bent a boxban, és ez egy 21 éves rác, egy szemtelenül fiatal, viszont egy nagyon jó képességű kirgiz birkózóról beszélünk, aki bejött a boxunkba, és a legnagyobb nyugalomba körbekezelt mindenkivel, oda ment a Tomihoz, és sok sikert kíván neki. Mosolygott. Mosolyogva. És így ültünk, egymást néztünk, és ez valóban megtörténik, vagy ez valami vicces? És ez vagy tök dilinyós, vagy annyira laza, igen. Tudod, hogy nehogy kiénekelje a sajtot a szánkba. Pontosan, hogy össze kell tenni, hogy a srác, ez nem vicces, szó, hogy ez a megnyugvás rajta, hogy bejön, ja. Végjön. Hát azért egy olimpiai döntőt azért nem szoktak összejárni az ellenfelek. Egymás boxával járni, és gratulálni, és jó kívánságot kívánni. Ja. És akkor egy pillanatra úgy én is úgy, oda kell figyelni a fiatal gyerekre, és megoldotta. Megoldotta, pont annyival verte meg, amennyivel kellett. És egy olimpiai bajnok lett. Oké. Mit éreztél a pillanatban? Hát ez nagyon nehéz szavakba önteni, azóta se sikerül igazán, mert úgy nem így megy fel az ember, hogy így sokszor, nagyon sok élménybe számolott, és sokszor meséltük el az olimpiát az olimpia óta, meg úgy az életünket, és próbálom így felidézni, hogy vajon milyen gondolatokkal mentem fel, és hogy de igazából mi azokban a pillanatban egy ilyen versenylóak vagyunk, egy gépek, akiknek az a feladat, hogy felmenni, tudja a dolgát, mit kell csinálni, taktika van, felmegy és teszi a dolgát, és amikor úgy ez az egész véget ér, akkor zuhar rá minden, szóval, hogy sokan megkérdezték, hogy dehogy az utolsó olimpiád, és hogy másodjára, és ha nem sikerül, és nem gondoltál rá, és nem tudom, valahogy nem, ha ilyeneken hagyja az ember, és szerintem, hogy ilyen szinten már ilyeneket nem enged meg jó, senki. Jó, mást kérdezek, úgy, jó? Jó. Ami engem mindig nagyon foglalkoztat. Másnap reggel, amikor fölébredtél, az ébredés pillanata. Alig aludtam. Igen? Körülbelül 2 órát aludtam. Úgy maga tudod, hogy most mi történt velem, meg az, hogy a Viktor döntőzik. Hát teljesen ki voltam. Attól már sokkal jobban ki voltam, mint a sajátométől. Saját döntőm előtt egész jót aludtam. Az övé előtt tiszta stresszbe keltem, és megint birkoznom kéne. És ott volt az érem, aki szekrényemen, így ránéztem. Na, neked nem kell birkozni, akkor még vagyok így. Tudod, befeszülve ilyen feszes izmokkal keltem, mint verseny napján. Hát, mert miatta kellett aggódnom. Úgyhogy
Na és akkor te most te mondd el az ő döntőjét. Hát ugye... Röviden. Hát ilyen óriási dolog volt, hogy én már ugye megtettem a magamét, ő is ott állt, és hát ez szerintem így is egy óriási siker, de tudod, mi lett volna, ha... De hát ilyen nincs a sportban, de azért teljes, az ember eljátszik a gondolattal, de tudtuk, hogy ez az ukrán srác, ez nagyon jó szó. Viktor sokszor birkózott már vele, sokszor nagyon közel volt hozzá, hogy megverje, de még nem sikerült. Viszont az adott reményre okot, hogy az EB-n évelején nagyon gyenge volt. Még sose láttam olyan rosszul birkózni, és így próbáltunk imádkozni ért, hogy az olimpiáig tartson ki. Sajnos élet, a forma. Sajnos élet a formájába érkezett meg ő is erre az olimpiára, és én úgy gondolom, Viktor mindent megtett. Ez a gyerek akkor ennyivel jobb volt is. Láttam rajta, hogy nagyon szomorú, meg én is nagyon szomorú voltam. Meg ott szomorkodtunk is egy kicsit, de azért annyira nem sokat. Mert hiszen én is voltam ebben a cipőben, voltam olimpia ezüstérmes, vagyok is. Tudtam, hogy ez azért átfordul majd egy örömbe, mikor az embernek ott van a kezébe a hőnáhított érem, és ránéz, akkor majd nem úgy fog ránézni, hogy azt is majdnem olimpiai bajnok lettem, hanem olimpiai ezüstérmes vagyok. Vagy velem így volt, és ezért ebben hasonló gondolkodások. Mondhatom a fogyasztó a néző részéről? Az egyszerű persze, fogyasztó persze, részéről? Persze. Annyira vágynám még így 60 évesen is, hogy egyszer úgy keljek föl, hogy azt mondjam, hogy top 3-ba vagyok a világon. Nem top 3-ba, hanem amit csinálok, adott pillanatban második vagyok a világon. Tehát a legjobb kettő között vagyok. És én ezért szoktam iszonyúan magamba értékelni, furcsa módon az olimpiai pontszerzőket is. Abszolút, mert jól látod. Ne felejtsük már el, hogy abban, hogy valaki mondjuk 6.-ként csap be a célba, abban azt jelenti, hogy egy élet munkája összpontosul, és benne van a top 10-ben. Igen. Már csak egy olimpiai ugyanannyit edz, mint egy olimpiai bajnok. Ugyan. Valaki, sajnos, vagy hát nézőpont kérdése, 6. lesz, vagy első, de mindenki ugyanitt készül, mindenki erre teszi fel az életét, és ezt tök jó, hogy felhoztad, mert... Mi a saját bőrünkön mert tudjuk, jól látod. Hogy... Saját bőrünkön tudjuk, hogy mennyi munka van egy 8., egy 5., vagy egy aranyérem. Formálisnak tűnik a kérdés, pedig nem az. Ha nem zsigerből válaszoltok, hanem egy nagyon picit végig gondolva. Megérte? Minden percet. Nekem abszolút, mert... Ez Maki, amilyen ember vagyok. A nagyban a birkózásnak köszönhetem, ugyanis nyilván nem mindenkiből lesz nagy bajnok. De azért jó, hogy minél többen birkóznak, mert egy megfelelő életpályát is be lehet járni, és személyiséget is formálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amilyen ember ma lettem, nagyban ezt a birkózásnak köszönhetem. És azoknak az embereknek, akik végig mellettem álltak a pályafutásom alatt. Mondja azt ő, hogy neki megérte, hogy soha életében nem fogyott egy kilót se. Még én 10 éven keresztül minden versenyen 8-10 kilót fogytam, én is azt mondom, hogy megértem. Nyugalom, fiúk, nyugalom. Lézi Laci, most! Éreztem! Ez a behergel, Ha azt mondom neki, hogy nyugalom, az a behergel. Nem, hogy tudtam haragudni azokra, akik tehát a testvéredre. Tudtak eredményesek lenni, hogy nem kellett ekkora. És nyilván én választottam meg. Nekem alakult így a versenyzésem, hogy én ilyen sokat fogytam mindig, de hát ez egy külön... Na, gyerekek! Külön küzdelem volt. Na akkor jön az utolsó erőpróba. Neked van 2 gyermeked, neked 1. Ha? Mennek birkózni? Viktor? Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét. Nekem van egy kislányom, aki augusztusban lesz 2 éves, és Annának hívják. És azt azért hozzá kell tenni, hogy egy alapozó felkészülés egyenlő azzal, amikor gyereket kell nevelni. Ez az egyik. A másik az, hogy ez egy nagyon kemény sport, és egy nagyon kemény életpálya, és nem biztos, hogy a gyerekemnek szeretnék ilyen kemény
kinyerőpálya, de nyilván az ő döntése is. Élsport? Élsport is, ez mind az ő döntése lesz. Én azt szeretném, hogy semmit nem szeretnék majd ráerőltetni, amit majd ő szeretne, nyilván ha kikéri a tanácsomat, ezt jó, kimozogtuk ezt a kérdést, el fogom mi? Mondani. Ezt akartam mondani, hogy nem tudtad először. Nem birkózó politikus, megoldja a kérdést. Na, ha birkózók akarnak lenni, azok lesznek, én nem fogok erőltetni semmit, most ezt mondom, aztán lehet, hogy egy év múlva én leszek a habzószájú szülő a szőnyeg szélén. Aki azonnal nem tudom, most úgy érzem. Én nem bírom megállni a kérdést, de hát mintha a te kisfiad, így van, az egy 36-os olimpiai bajnokról ez kapta volna van. A nevét. Ez így van. Ez biztos véletlen volt. Ennél nagyobb tétet nem akarok ráhelyezni az élete további részén. Tehát, amúgy jól látod a dolgot. Tehát van egy apád, fiú vagy, van egy apád, aki olimpiai bajnok. Így van. A neved az egy olimpiai bajnoké, aki 36-ban, Lőrinc Mártonról beszélünk, igen, olimpiai bajnok lett. Te pedig, fiam, hát, valami rendes polgári szakmát. Ugye, Marci, erre gondoltál? Marci, ha ezt majd visszanézed pár év múlva, hidd el, hogy ez nem egy tervnek a része. Ez abszolút rád van bízva a döntés, úgyhogy... Én azt mondom, hogy már pedig, Marci, nem nincs más út, igenis birkózó leszel. Jó, Isten, szegény. És én leszek az edződ. Ó, Isten! Kész, vége? Jó, jó van, gyerekek. Szóval... A helyzet az, hogyha újra kezdenétek Cegléden, akkor is birkóznátok. Hát a Tomi vagy cukrász. Mi? A Tomi vagy cukrász. Nem felejtsük el. Szeret kajálni? Hát nem, hát igazából nála benne volt, hogy az élsport mellett mindig vagy esetleg egy érdekelt a vendéglátás. És hát a cukrászat az elég közel állt hozzá, majdnem cukrász ilyen, de utólag nem bánjuk, milyen hogy jó birkózó lett. Volna. Ha azt is ilyen szinten tudtam volna űzni, akkor jó cukrász lettem volna. Gyerekek, még nincs késő, a birkózó EB mellett a Bokudort, ezt a nemzetközi szakácsversenyt is Budapesten rendezik, de várjuk a be tudunk nevezni. Várjuk a meghívót. Én egyelőre csak óriási kóstoló vagyok, de abban világszintű. Igen? Világszintű kóstoló vagyok. Édeszájú vagy? Annyira nem, de sajnos egyre jobban kedvelem a jó édességeket. Aha. De... És egyébként, és halálosan meg van döbbenve és sértődve rajta, hogy fogyasztani kell. Igen. Miközben szóba hozod a kaját, és egyből ugrik. És látod, ilyen kemény férfi, mert ugye küzdősportban olimpiai bajnok, de egy-egy könycseppet így azért persze, elmorzsolt. Persze. Tehát ahogy a fán kezébe jutott. Srácok, köszönjük az élményt mind igazán a kettőtöknek. Köszönjük, gyönyörű a volt nézni benneteket. Köszönjük szépen. És köszönöm, hogy velem futottatok. Köszönjük szépen. A műsorszám támogatója a Birkózó Európa Bajnokság. Március 26-ától a Bokcsarnokban. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.